Lépold Bendegúz ellenőrzi a vonat kerekeit indulás előtt. Ez is olyan feladat, amit ő és 10 társa megtanultak Pécsett a kisvasutas táborban. Erre külön stábunk kérte fel, egyéb esetben Bendegúz tolatás vezetői feladatokat lát el. A toltásvezetőnek az a dolga, hogyha a vonat befut az állomásra, akkor irányítja jelekkel, hogy hova menjen és mikor. És ez hogy teszi meg? Mivel? Milyen eszközökkel? Zászlóval és kék sapkájával. A vörös sapka már a forgalmi szolgálattevő fején látható, így indítja tárcsájával a vonatot. Ma épp utasként is ült a vasútvonal vadonatúj járművén egy motoros hajtányon. Andróci István, a Kisvasutat Üzemeltető Egyesület elnöke elmondta, hogy a legtöbb ilyen jellegű vonalon már van épített hajtány, nekik sok éves álmuk vált most valóra. 8 személy tudunk egyszerre elszállítani, 4 sebességes, de hát a 4 sebessége is van, maximum 15 km sebességet tud, ami nekünk persze bőven elég. Egy quad motor van benne, teljesen új. A jármű egy helyi, vasút iránt elkötelezett vállalkozó segítségével és magánszemélyek által adományként adott összegből mintegy 1,5 millió forintból épült meg. Túrával kezdjük 20-án, végigmegyünk azon a nyomvonalon, ahol ment volna a kisvasút 1962-ben, vagyis a tervek szerint, ahova tervezték. Utána ide visszajövünk, itt a Madártani Intézet tart egy kiállítást mind a 2 napon, szombaton és vasárnap is, és persze hajtányozás, másik hajtány is lesz itt. Augusztus 20-án reggel 9 órára várják az érdeklődő gyermekeket és családjukat. A túrán résztvevőket az Egyesület ingyen vonatozásra invitálja majd.